Majnek Antal nyugalmazott munkácsi püspök szentmisét mutatott be a pécsi székesegyházban szombat délelőtt. A pécsi egyházmegyei Caritas munkatársainak lelki gyakorlattal egybekötött találkozóját rendezték ezen a napon. A mise után a magtárban tartottak lelki gyakorlatot. A nyugalmazott munkácsi püspök azt mondja, a háború kitörésekor az egyház, a papok voltak az elsők Ukrajnában, akik segítették a Kárpátaljára menekülőket. Segély még nem jött akkor sehonnan, de rögtön megosztották velük nem csak a szobát, a lakást, a kollégiumainkat megnyitottuk, az egyházi üresen álló intézményeinket, lelki gyakorlatos házakat például rögtön megteltek, és akkor először mi gyűjtöttünk, mi próbáltunk segíteni nekik, rajtuk, de aztán a városok is, hála Istennek, mindenhol megszervezték, tőlük is kaptak naponta segélyeket, akik erre rászorultak. A Caritas önkénteseinek, munkatársainak is óriási munkát jelent a menekültek segítése. Éppen ezért fontosak azok az alkalmak, ahol találkozhatnak egymással, plusz energiát kaphatnak. A feladat az folyamatosan van, de vannak pillanatok, amikor meg kell állni, amikor át kell egy picit gondolni, amikor le kell ülni, amikor találkozni kell, és ez a nap, ez pont erről fog szólni, úgyhogy szükség van rá. Nagyon lelkesek az önkénteseink, de néha hát nyilván elfogy a lelkesedés, elfogy a lendület, meg kell állni és fel kell töltekezni. A lelki gyakorlatot Majnek Antal egykori munkácsi püspök vezette, aki közel 30 évnyi szolgálat után ment nyugdíjba. Azonban a háború kitörése óta segíti a menekülteket, fogadja az adományszállítmányokat a határon, hogy eljussanak a segítő helyszínekre. A szombati lelki gyakorlaton mintegy 160-an vettek részt a pécsi egyházmegyei Caritas szervezésében.